Sziasztok! Ha lenne egy barátnőm, akkor minden reggelt szépen romantikusan kezdenék, szép romantikus kezdeményezéssel a barátnőm felé, a barátnőm részére. Az alapszituáció az az lenne, hogy a barátnőmmel a kapcsolatunk már azon a szinten helyezkedik el, hogy már együtt alszunk. Ez az alapszituáció, ez kell ahhoz, hogy ezeket a romantikus kezdeményezéseket én kivitelezzem. Ugye egy idő után minden egészséges párkapcsolatban eljön ez a pillanat, amikor a párok együtt alszanak. Na most, az a helyzet, hogy ugye együtt alszunk, és akkor remélhetőleg nem kell ébresztőt beállítanom, hogy ezt a dolgot én megcsináljam, hanem elég, hogyha a romantikus lelkem az funkcionál, akkor is, miközben alszom, és érzékelni fogja szerintem remélhetőleg, hogy romantikus. Hogy a romantikus kezdeményezéset megtem, érzékelni fogja, hogy én ezt meg szeretném tenni, és felébreszti önmagát ébresztő külső behatás nélkül. Na most, az az igazság, hogy ha mégsem történik ez meg, akkor az probléma, de nem baj, hogyha nem minden nap történik ez meg, de azért én szeretném, hogy minél többször ez majd a jövőben, hogyha lesz barátnőm esetleg, akkor ez megtörténjen, ez a szép dolog. Előfordulhat ugye az is, hogy a barátnőm hamarabb fel kell, ebben az esetben ugye, hát ez ne nagyon forduljon elő, akkor vagy megpróbálom, vagy hogyha felébred arra, hogy én felébredek, és látja, hogy megyek kifelé, akkor mondanám neki, hogy figyelj, nyuszi, vagy pintyőke, vagy cica, még egy kicsit pihenjél, mindjárt jövök vissza hozzád. Jó? Nyugodtan aludjál. És akkor remélhetőleg még visszaalszik. Most ebben az esetben kimegyek a konyhába, de mondom, hogyha előbb ébred fel, vagy előbb már felébred meg minden, akkor ugrik ez az egész dolog, ez az egész meglepetés. Na mindegy. Szóval én kimegyek ilyenkor a konyhába, és meleg szendvicset fogok neki készíteni, de nem akármilyen meleg szendvicset, ez olyan meleg szendvics, mert érzékeltetem, hogy szeretem őt. Ezért, hát ugye teszek rá nyilván olyan dolgokat, ami egy meleg szendvics tartalmaz, sajtot, és valamilyen szalámit, vagy sonkát, vagy párizsit, amit gondolok, de nem is ez a lényeg. Ez megsütöm. Kész a meleg szendvics. Utána mit csinálok, ugye? Ketchupot fogok rányomni, de nem akárhogy, na most ez a dologhoz célszerű olyan ketchupot választani, amelyből úgy lehet kinyomni a benne lévő ketchupot, hogy nem az a nagy doboz, tudjátok, hogy össze-vissza folyik, amikor nyomod kifelé, hanem vannak ilyen kisebb dobozok, főleg majonézbe, amivel lehet szép formákat kiönteni a külvilágba, a kenyérre, ugye? Most itt ez a helyzet, hogy én ugye ezt csinálnám. És ugye miért ketchupot alkalmaznék díszítésnek? Egyrészt már egészségesebb, mint a majonéz. Lehet, hogy a barátnőm azt is szereti, de én egyrészt szeretnék vigyázni a barátnőmnek az egészségére is, másrészt pedig a ketchup szín az a szerelem színe. Ezért is alkalmaznám a ketchupot. Na most két szelet kenyért csinálnék a barátnőmnek ebben az esetben, és az egyik szelet kenyérre a barátnőmnek a nevét írnám ki ketchuppal, ugye? Ketchuppal a barátnőm nevét írnám rá. Hát ez attól függ, ha jó hosszú neve van, akkor lehet, hogy nem lesz könnyű, de meg lehet oldani, mert akkor kisebb betűket alkalmazni, stb. De hogyha egy rövidebb neve van, akkor egyszerűbb a helyzet.
De nem az a dolog lényege, hogy egyszerűbb legyen, hanem az a dolog lényege, hogy ki szeretném fejezni az irányába, hogy mennyire szeretem őt. És hogy foglalkozzak vele, és hogy jól induljon a napja már reggel. Ezért teszem én ezt meg. De miért van szükség akkor két kenyérre? Hát szerintem azért, mert egyrészt, hogy jól lakjon a barátnőm, hogy ne éhezzen. Bár én az egyébként magamnak azért nem csinálom, mert reggel nem nagyon szoktam éhes lenni. Tehát magamnak azért nem csinálom, de barátnőm hát, ha szívesen eszik reggel, de főleg a gesztus a lényeg, a gesztust kell nézni, azt gondolom. A másik szelet kenyérre pedig, hát szerintem egy jó nagy szívet rajzolnék, vagy sok kicsit. Tehát ezért van szükség két kenyérre. Mindenképpen, hogy ezek működjenek, ezek a dolgok. Na most ezután megyek a barátnőmhöz, hogyha ez kész van. Ja nem, még nincs kész, mert még, hogy igyon is, tehát még attól függetlenül, hogyha szereti a kávét esetleg a barátnőm, akkor kávét csinálok még hozzá, ha nem, akkor kakaót, és még most sincs vége, mert a kakaó vagy kávé, vagy ami, mindegy, amit szeret, azt csinálok neki. Annak a tetejére tejszínből nyomok a tetejére egy szívet még. Tehát ez egy romantikus kezdés, és akkor viszem be a barátnőmnek az elkészült reggelit. Ezt odaadom neki, odabújok hozzá, mondom neki, szia, jó reggelt szerelmem, ezt neked hoztam, jó étvágyat hozzá. És akkor biztos nagyon örülni fog neki, hogy ilyen figyelmes vagyok és törődök vele. És ezt követően beszélgetni fogok vele. Egy éjszaka sok idő, ugye? Mi történt vele ugye az alatt, ugye? Először is, miközben eszik, én megkérdezném azt tőle, hogy szeret-e még engem? Hát ugye erre válaszol, hogy szeret-e még engem, érdemes-e folytatni még ezt a kapcsolatot, stb. Stb. Elmondja. De utána megkérdezem, hogy ugye nem csak azért szeretsz engem, mert hoztam neked reggelit, meg kakaót vagy kávét, és ezt tudod csak őszintén. És amíg ezt is mondom neki, hogy figyelj, nyugodjál meg, mert nyugodtan elmondhatod, ha nem szeretsz, nem fogom elvenni tőled a már elkészített romantikus reggelit, nyugodtan megeheted, és utána szakíthatunk, hogyha már nem szeretsz, vagy beszéljük meg, vagy akármi, de legyünk egymással őszinték. Hát minden reggel, hogy szeretsz-e még. Hát válaszol, vagy igen, vagy nem, vagy szeret, vagy nem. És akkor, hogyha szeret, akkor folytatnám a dolgot azzal, hogy megkérdezem, hogy mit álmodott. És azt elmeséli, hogy mit álmodott, ha álmodott egyáltalán valamit. Na most, hogyha rosszat álmodott esetleg, akkor megnyugtatnám, hogy nincs semmi baj, lényeg, hogy felébredtél és látod, milyen romantikus világba kerültél. Úgyhogy légy üdvözölve. Miután ez megvolt, utána elmondom én azt neki, hogy mennyire szeretem én őt. Na most nyilván ennek nincs jelentősége abban az esetben, hogyha nem szeretem már, de ezt most nem kalkulálom bele, mert nyilván, hogyha nem szeretem őt, akkor már nem is csináltam volna neki reggelit, meg stb. Stb. Én ugye azért kérdezem meg tőle, hogy szerete még engem, mert én megkérdezem. Mert ez nem feltétlenül derül ki reggel, illetve alapból ezzel a természetes, én csak szeretném tisztázni a dolgokat minden nap, így, és nyugodtan el lehet mondani. Én így ápolni szeretném, ugye párkapcsolatom ott a barátnőmmel, és hogyha így ápolom, ha minden nap megkérdezem, hogy minden rendben van-e, minden jó, ez így, stb. Stb., akkor nem lesz gond. Most ezután elmondom én neki, hogy én mennyire szeretem őt. Hát egyrészt ugye becézgetem szerelmem, álmaim hercegnője, pintyőke, cuncimókus, ami jön, ami szívből jön, és ezután, hogy kifejezzem, hogy mennyire szeretem őt, hasonlatokkal operálnék, hogy érzékeltessem, hogy mennyire szeretem őt. Ugye már tettekkel is érzékeltettem ott a meleg szendvics, de hát a szép szavak, a szép hasonlatok, még habok a tortán.
következő hasonlatokat alkalmaznám, hát most egy-kettőt így kitaláltam, és tök jó dolgokat találtam ki, nyilván még költenék, meg ha szerelmes lennék tényleg, és tényleg lenne barátnőm, biztos az is segítene. De hát én olyan következő hasonlatot alkalmaznám, egy nagyon jó hasonlatot találtam ki, szerelmem. Úgy szeretlek, mint a kakaós csigámnak a közepét. Szerintem ez egy állati romantikus dolog, mert ha belegondolunk abba, hogy a kakaós csigának nem lenne értelme, hogyha a közepe nem lenne édes. Senki nem venne többet kakaós csigát, mérget vehetsz, hogyha nem lenne középen, mindenki arra hajt, az hajt, az éltet. A kakaós csigának a közepe, abban az esetben, hogy a kakaós csigát szeretne menni. És ha a kakaós csigának nem lenne közepe, csak a közepe helyén semmi nem lenne, csak levegő, légüres tér, nem légüres tér, hanem levegő, ez most paradoxon volt, törölt, levegő, lépjünk túl rajta, levegő. Tehát nem lenne a közepén az az édes, masszív kakaó, a legédesebb íz, a csúcspont, ahova el szeretnénk ugye jutni, hogyha kakaós csigát fogyasztunk. Ugye? Nem lenne benne. Szóval ez egy nagyon szép romantikus hasonlat, ezért azt gondolom. Na most, meg ugye nyilván az a vége, az a legszebb falat, ugye. És mert ugye úgy szoktunk haladni a kakocsigával, hogy kívülről a legszárazabb résztől tekerünk, és egészen a belsejéig jutunk el, hogyha ilyen kitartóan tekerjük a dolgokat. Na most, ugye vannak mohóbb emberek, vagy sietősebb emberek, azok ezért fordulhat velem, és előfordult már, hogy így harapják, nem foglalkoznak a szisztematikus tekeréssel befelé. Na most abban az esetben, hát a mohósághoz annyit fűznék hozzá, hogyha az ember megteti, én csak annyit javasolnék, hogy szerintem ne harapjon és ne legyen mohó, hogy rögtön a közepét, mert abban az esetben én azt gondolom, hogy kevésbé fogja élvezni. Tehát én egy olyan ember vagyok, hogy evésnél, és például kakaós csiga evésnél is, a legvégére tartogatom a legjobb részt. Nem, hogy kakaós csiga evésnél biztos. Szóval szerintem az úgy jobb már. Szóval ez egy nagyon szép, nem akarom túragozni, ez egy nagyon szép romantikus hasonlat. Mit mondanék még neki, hogy kifejezzem, hogy mennyire szeretem őt? Még egy hasonlatot elmondok, amit nemrég találtam ki. Kedves barátnőm, úgy szeretlek téged, mint a mákos tésztában a cukrot. Ugye? Azért, mert tulajdonképpen miről van szó? Arról van szó, hogyha a mák nem lenne megcukrozva. Mindegy, hogy gyárilag cukrozzák most, vagy otthon cukrozod meg, és úgy kevered össze a mákkal. Ha nem lenne cukor benne, csak mák, akkor nem érnénk el ugyanazt a hatást, amit el szeretnénk érni, hogyha mákos tésztát eszünk, mert nem lesz édes, mert alapvetően a mák az nem nagyon édes, hanem abból valami hiányzik, hát a cukor. Ha nincs benne cukor, akkor nincs meg az az édes íz. Hát ezektől remélhetőleg nagy valószínűséggel bizonyára valószínűleg a barátnőm elolvad, tetszeni fog neki, elmondja, hogy milyen aranyos vagyok, kedves, és tetszeni fog ez a dolog neki. Tehát én ezek ilyen kis hasonlatokkal közben, miközben eszik, és beszélgetünk, operálnék. Miután ilyen romantikus hasonlatokkal operáltam a barátnőm felé, azt követően, hogy ne csak a szerelmet és a romantikát érezze, hogy ne csak ettől legyen jókedve, hanem legyen vidám is, mosolyogjon, esetleg kacagjon, néhány viccet mesélnék neki, amit mindig aznap este tanulok meg, sőt aznap este az agyamba ugye ezt végigfuttatom, hogy úristen, hogy tudok-e majd mondani legalább három, nem feltétlenül kell, hogy hosszú legyen, ilyen rövid ütősebb vicceket, amit jó kedve lesz a barátnőmnek, hogyha nem tudok, akkor gyorsan meg kell tanulnom. De ha tudok, hát nyilván egy idő után kifogyok majd, akkor mondok majd neki, hogyha tudok. Na most, akkor nézzünk milyen példát, milyen vicceket mesélnék. Még mindig eszi a reggeliét, és aközben nagyjából történnek ezek az események. Még nézzük az első viccet. Hány éves vagy, fiam? 16. Én a te korodban már 17 voltam. És akkor derül, kacag, mosolyog. Ezt követően milyen viccet mesélnék még neki? Mondjuk, hogyan valljunk szerelmet kétnek?
kétféleképpen. Derül, mosolyog, kacag, vidám. És akkor még egy harmadik viccet is el kéne mondani neki. Mondjuk, hogy hívják a japán tűzoltót? Telefonon. Megint derül, kacag, mosolyog. És ezáltal vidám is lesz, értékelni fogja ezeket a dolgokat nagy valószínűséggel. Úgyhogy ezt követően, miután ezeket a vicceket is elmeséltem, és már megtettem ezeket a lépéseket, már csak egy dolgot kérdezek a barátnőmtől, hogy mihez lenne kedve? Mit csináljuk? Ma lenne kedve valamihez? Hát nyilván ezt akkor van értelme így feltenni, hogyha esetleg mondjuk olyan nap van, hogy nem kell dolgozni, vagy suliba menni, de hogyha olyan is nap van, hogy dolgozni, vagy esetleg suliba kell menni, akkor hogy utána mihez lenne kedve, ezt beszéljük meg, mit csináljunk ma, csinálunk-e valamit, menjünk el kirándulni, vagy élményfürdőbe, vagy strandra, vagy fagyizni, vagy étterembe, vagy plázázni, érted? Tehát nem tudom, bármi ehhez hasonló, vagy állatkert, vagy mozi, vagy mit tudom én, vagy bármi ehhez hasonló. Bármi ehhez hasonló, és nyilván ezt a barátnőm elmondja, hogy mihez lenne kedve, én azt meghallgatom, és ha nekem is kedvem van hozzá, akkor ezt betervezzük, vagy akkor, hogyha sulinap van, vagy munkanap, mert nyilván, hogyha ott tartunk már barátnőm, akkor minden éjszaka együtt alszunk jó esetben, de ha suli van, vagy munkanap, akkor nyilván utána, azt követően térünk esetleg rá erre, hogyha meg nincs, akkor nyilván az egész nap előttünk áll. Na most, igen. Abban is, hogyha nincs kedvem ahhoz, amit a barátnőm szeretne, akkor nyilván odáig csűrném, csavarnám, és beszélném meg, tárgyalnám meg vele ezeket a dolgokat, ameddig egy konszenzus tevékenység ki nem alakul, amit mind a ketten tényleg szeretnénk csinálni. Szóval én azt mondom, gyerekek, hogy ilyen romantikusan kezdeni a napot, ezáltal egy nagyon szép, hogyha romantikusan kezdődik egy nap, hogyha már a kezdet is romantikus egy napban, egy nap kezdete is romantikus, az attól kezdve egyre jobb lesz, vagy szinten fog maradni, ezért olyan fontos szerintem ez a reggeli kis romantika, szerelem ápolása, párkapcsolat ápolása. Szóval én ezt alkalmaznám. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!